Sokan kérdezik tőlem, hogy annak ellenére, hogy mennyiféle dolgot csinálok, mégis mennyi mindenre van időm, és mégse vagyok fáradt, és mégis mindig azt hangoztatom, hogy van kapacitásom és időm mindenre. Ez azért van, mert ha hatékonyan tudja az ember beosztani az idejét, és kellő hatékonysággal élni az életét, erre külön tréningek is léteznek amúgy, akkor hatékonyan tudja a munkáját végezni, tehát ugyanannyi idő alatt sokkal több dolgot el tud végezni, mintha csak pepecsel, és nincs megtervezve a munkája, nincs megtervezve a napja, és nem hatékonyan végzi a tennivalóját. Ez az egyik. A másik, hogy próbálok mindig kipihent lenni, tehát ha kipihent az ember, akkor sokkal hatékonyabban dolgozik, tehát ez az előzővel összefügg tulajdonképpen, de a kipihentség az egy energikusabb és gyorsabb és átgondoltabb és megfelelő viselkedés mintázatot tud jelenteni. Tehát magyarul sokkal értelmesebb módon tudja az elvégzendő munkákat elvégezni az ember. A harmadik pedig az, hogy olyan dolgokat, amik felesleges, olyanokat egyáltalán nem csinálok, vagy viszonylag ritkán. Tehát próbálom kerülni az olyan teendőket, amik időket rabolnak el szó szerint az életemből, tehát szinte soha nem járok plázába, soha nem járok olyan bevásárlóközpontokba, ahol tologatni kell a bevásárlókocsit, és igazából a polcok befolyásolnak az áru vagy a reklámok engem, tehát nem én döntök, nem én vásárolok igazából, hanem vásároltatnak. Ez rengeteg időt és pénzt elvisz az emberek életéből. Azok, hogy soha nem nézek tévét egyáltalán, ez napi 2 órát jelent egész pontosan az életemből, soha nem cigarettázok, aki cigarettázat, az tudja, hogy még egy 20 szál cigit elszívni, az körülbelül 2 óra egy napra tekintve, bár ők ezt nem mindig szokták végigszámolni. Tehát lényegében kerülni kell az olyan dolgokat, ha lehet, amelyek időt rabolnak az életünkből. Kerülni kell az energiavámpír, energiarabló embereket is, hiszen ez ugyanúgy rengeteg kapacitást leköt, nagyon sok dolgot elvisz időben. Azon kívül minél több dolgot le kell zárni, meg kell oldani, mert ezek a megoldatlan ügyek, lezáratlan ügyek, akár egy megoldatlan, megválaszolatlan e-mail, az mind-mind kapacitást köt le, és ezzel a hatékonyságot csökkenti, és ezzel a ráfordított időt növeli.